Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 2 milliárd dollár hitelt kapott Lengyelország az Egyesült Államoktól fegyverkezési célokra. Amikor beköszönésnél én hát egy állítást fogalmaztam meg, hogy ez lehet a hallgatás ára, vagy a félelem bére. Mennyire találtam el a lényegét? Nagyjából igen, tehát mi történik? Egy, Lengyelország a háború első percétől teljes mértékben támogatja Ukrajnát. Kettő, a lengyel politikában végig benne van, hogy minden, ami orosz ellenes, támogatni kell, tehát Ukrajnát is. Három, mivel október 15-én lengyel választások lesznek, kéleződtek a kapcsolatok a németekkel, de ez egy másik beszélgetés. Most németek szeretnének egy baloldali fordulatot. Németek szeretnének egy bármilyen fordulatot, igen. Na most, mi a lényeg? Hogy 5 ország, majd végül 3, a lengyelek, szlovákok, magyarok, közölték azt, hogy szeptember 15-tel az Európai Unió föloldja azt a tilalmat, hogy ukrán gabona nem jöhet be. A lengyelek, szlovákok, magyarok nemzeti hatáskörbe léptek. Mire Zelenszkij az ENSZ-be tartott egy beszédet, ahol közölte, hogy ez a három ország orosz érdekeket szolgál. Na most a lengyelekre azt mondja, hogy orosz érdekeket szolgál, elég kemény, és nagyon keményen belement a lengyelekbe. A lengyel válasz az ott rendbe, eddig ingyen kaptak mindent, ami fegyver megállapodáson leszállítják, de több ingyen fegyver nincs. Ők úgy fogalmaztak a Duda, hogy Lengyelország fúdoklik, ne ráncson magával, Ukrajna fúdoklik, ne ráncson magával mást a vízbe. A másik megjegyzés az volt, hogy mostantól a modern fegyver kell a lengyeleknek. Amerikaiak meglepődtek, ugyanis különleges kapcsolat van Varsóval. Varsó soha nem tekintett Berlinre, Brüsszelre kevésbé, Londonra és Washingtonra tekintett. Mi az amerikai válasz? Lengyelország legyen a térség Amerika barát középhatalma. Ennek óriási jelentősége lesz, főleg akkor, amikor a orosz-ukrán háború véget ér, és most kap 2 milliárd dollár fegyvervásárlásra, ami kölcsön. Csak tessék békén hagyni az ukránokat, szerintem. Igen. Ez az egyenletnek, igen, ez lehet a másikon. A Anglia is beszállt újabb szállításokkal Ukrajnának, aknamentesítő gépeket. Mennyire korszerűek ezek a gépek? Milyen célokra lehet? Annyit látni kell, hogy Nagy-Britannia azon kevés ország közé tartozik, amelyik a háború első pillanatától Ukrajnát támogatta. Ezek a három balti állam, a skandinávok és Nagy-Britannia. Még egy ilyen állam Európában nincs. A brit védelmi miniszter szeretett volna NATO főtitkár lenni. A Macron közölte, hogy aki Brexitet hajt végre, az ne akarjon NATO főtitkár lenni, és ő elkövette azt a hibát, hogy azt mondta, hogy Ukrajna lehetne egy kicsit hálásabb. A Zelenszkij ez pár héttel ezelőtt volt, neki ment, és az a védelmi miniszter, aki teljes mértékben támogatta Ukrajnát, lemondott. Az új védelmi miniszter a brit kormányon belül ugyanígy támogatja Ukrajnát, de látszik az, hogy elkezdődtek a törésvonalak. Az amerikai politika is sokkal óvatosabb. A DeSantis, aki a 2. számú republikánus jelölt, azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége arra, hogy Ukrajna belépjen a NATO-ba. Ilyen nyilatkozat eddig nem nagyon volt. A britek szállítják az eszközöket, de arra vigyáz mindenki, hogy ne a legmodernebbet adja oda. Én nem tudom, én egész nap híreket hallgatok, hát ma bejelentették azt, hogy a britek nagy mennyiségű ember képeztek ki ukrán részről aknamentesítésre, és a töredék tudta az iskolát elvégezni, képtelenek voltak rá. Tehát a akkor kapnak 1500 ilyen aknamentesítő gépet? Nyilván ez azt jelenti, hogy néhány ember van, aki ezt tudja használni, és nyilván lesznek olyan brit idézőjelbe önkéntesek, akik ezeket az eszközöket ukrán területre használják. Pár héttel ezelőtt megjelentek az adatok, hogy kb. 1500 amerikai, valamivel kevesebb kanadai, brit, román, lengyel harcol Ukrajnába, elvileg önkéntesek, de hát nyilvánvalóan ezek egy része különlegesen kiképzett. Zsoldosok. Persze. Hát pont ez a transgender szóvívő is, akit elcsap, ő is megerősítette, hogy nagyon-nagyon sok amerikai harcoló. Persze, csak itt van több probléma. Egy részük meghal, kettő. Itt nem lehet kit felelősségre vonni, ő önként jött oda pénzért, az egy más kérdés, hogy Ukrajnának hogy van arra pénze, mikor a legalapvetőbb dolgokat sem tudja a lakosságnak fizetni, és ezt a szóvívőt is ki kellett rúgni, mert annyi marhaságot beszélt, hogy nem lehetett tartani. Az Egyesült Államokról egy közhely számba megy a politikai elemzők körül, hogy hódít el, vagy harcokban nagyon jó, de utána a közrend megszervezésében kevésbé teljesít jól, Irakban ennek már jó példáját. Az Egyesült Államok deklarálta, hogy már pedig Ukrajna teljes győzelméig kell folyni ennek a háborúnak. Tesznek-e arra vonatkozóan lépéseket, hogy itt az ukrán közigazgatás valahogy megszervezze magát, hogy ne rájuk háruljon ez a feladat? Igen. Következő történik. Egy.
amerikaiak közölték, hogy olyan mennyiségű támogatást adtak Ukrajnának, hogy a jövőben csak úgy támogatják, hogy mostantól indul egy 6 hónapos határidő. 4 feladata van Ukrajnának. Árképzés átalakítása, honvédelmi minisztérium átszervezése, legfelsőbb bíróság teljes átalakítása, és a legfelsőbb korrupcióellenes bizottság teljes átalakítása. Álljunk meg egy pillanatra, a bírói hatalom az egy jogállamban teljesen független. Ön azt mondta, hogy jogállamban. Na jó, tehát nagyon komoly nyilatkozatokat hallunk az Európai Unióról, hogy milyen jól halad Ukrajna ebben a folyamatban. Igen, ezt mondja a von der Leyen, de ha megnézem a német szociáldemokrata nyilatkozatokat, akik ugyanígy kiállnak, akkor a tegnapi nyilatkozatban az volt, hogy a legjobb esetben Ukrajna 2029-re érje azt a szintet, hogy a Európai Unióba belép. Legjobb esetben. Legjobb esetben. Mondta, aki az egyes számú jelölt a európai választásokon, aki eddig német igazságügyi miniszter volt, most pedig a Európa Parlament alelnöke bárni. Tehát teljesen igaza van, egy jogállamban nincs ilyen dátum. Ez egy nagyon durva külföldi beavatkozás. Természetes. De ha megnézem azt, hogy annak idején az Egyesült Államok alelnöke, aki ma elnök, közölt azt, hogy milyen bírókat kell kirúgni, mert fiának az ügyeit akarták vizsgálni, akkor azért, hogy ez mennyire jogállam, egy picit kérdőjeles. Ukrajnának van más választás, amit ő végrehajtsa? Nincs. Gyakorlatilag én nagyon sokszor elmondtam, kapom ért a kritikát, hogy ha és amennyiben az amerikaiak 24 órára leállítják a támogatást, Ukrajna nem tud tovább harcolni. A nagy kérdés az, hogyha USA leáll a támogatással, Európa folytatja ezt a támogatást, 1, 2, meddig tart a háború, 3, a jövő évi választásokon kinyer. Az én problémám az, hogy a jövő évi választás novemberben rendkívül messze van, utána január 20-án iktatják be új amerikai elnököt, ez durván másfél év, ez óriási idő. Hát azok a döntések, amiket közbeszél. Persze. Kaptak hosszú, vagy nagy hatótávolságú rakétát is az ukránok, amivel hát a saját bevallásuk szerint a megszállt területeknek minden részét el lehet élni. Igen. Várható-e az, hogy láthatjuk most Szevasztopolnál is, hogy polgári célpontok ellen is felhasználják? Elvileg nem, gyakorlatilag igen. Nekem a problémám más. London bombázása is így kezdődött, hogy először véletlenül oda hullott néhány bomba. Igen, csak azért, ha már ezt mondja, akkor egy megjegyzésem, hogy lehet. A britek rendkívül ügyesen kihasználták azt, hogy a németek bombázzák a városaikat, és német városokat bombáztak, hogy a bombázás folytatódjék, mert ha németek katonai célpontokat lőttek volna, nem lett volna brit repülőtér, ahonnét a gépek felszállhattak volna, tehát ezt a britek ügyesen csinálták. Mi a mostani probléma? 1. Az amerikaiak adtak 300 kilométeres föld-föld rakétákat. 2. Ettől kezdve Ukrajna ugyanezt követeli Taurus rakétáktól a németektől. 3. Mit ígért az amerikaiaknak Ukrajna, hogy nem fog orosz területeket lőni? De hát naponta lövi, sőt én 3 óránként olvasom a ukrán és orosz nyilatkozatokat. Ukrajna most bejelentette, hogy nekik a fő problémájuk az orosz drón és rakéta, és ezen rakéták 1/3 olyan orosz területen állítják elő, amely Ukrajnából belőhető. Pont. Tehát majdnem biztos, hogy katonai stratégiai cél az, hogy azok a bombázzák. Természetes, persze. Milyen helyzet Oroszország gazdaságával? Arról is ugye a szankciós csomagok sora követte egymást azért, hogy az orosz gazdaságot elvágják a világgazdaságtól, lecsökkenjen a GDP, elszegényedjenek, leálljanak a gyártás. Ehhez képest az elmúlt napokban több hírt lehetett arról olvasni, például az orosz gáznak egy nagy része Európába érkezett, az orosz olajszállítások Ázsia felé irányultak. Hogyan áll a mérleg jelen pillanatban? Ahogyan elmondta, hát kezdjük az elején. Idén Oroszország bevétele kőolajból 15 milliárd dollárra több lesz, mint tavaly. 2. Amit Európa nem vesz meg, azt megveszi Ázsia, földolgozza és eladja Európának drágában. 3. Európa veszi az amerikai palagázt és a norvégot sokkal-sokkal drágában. 4. Ön azt mondta, hogy szankció. Mikor kezdődik a háború? Február 24 tavaly. Mikor hozza az Európai Unió von der Leyennel az első szankciós csomagot? Egy nappal korábban. Ne menjünk bele, ez kicsit fura. Mikor rendeli meg az első 120 hajónyi pallagászt? Egy hónappal korábban. Mi volt a cél, hogy Oroszországot gazdaságilag térdre kényszerítsék? Nem sikerült. Az orosz gazdaság működik, nyilván hat rá a szankció, tehát ez egyértelmű, de Európára sokkal jobban hat. Nekem nagyon tetszett, hogy egyszer egy brüsszeli politikus azt mondta, hogy Európa lábon lőtte önmagát. Én azt mondtam, hogy egy picit följebb találta el önmagát, és ez így sokkal jobban fáj. Tehát máshogy fogalmazva, a szankciós politika nem ért
el a célját, és sorra hozzák az újabb és újabb szankciókat, miközben az oroszok összefognak Kínával. Tudom, hogy nem tartatok hosszan, de azért egy megjegyzés. Volt egyszer egy Henry Kissinger, akinek az alapvető stratégiai célja az volt a Szovjetunió és Kína kijátszása és az USA előnye. Ezt megcsinálta. Jelenleg mit mond a Biden, hogy két fő ellenségünk van, első a Kínai Népköztársaság, második Oroszország. Kissinger nem mutatom, hogy forog a sírjában, mert hál' Isten él, május 27-én volt 100 éves, de megdöbben azon, hogy milyen politika folyik. Nógrádi György, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm meghívást.